Akkor tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak, engedjék meg, hogy az elmúlt 30 évvel kapcsolatban húzzak egy politikai mérleget az állatvédelem területén. Sajnos ki kell, hogy jelentsük, hogy sem a balliberális kormány, sem pedig a Fidesz kormányzat nem kezelte méltóképpen az állatvédelmet és az állatok jogait. Éppen ennek köszönhető, hogy sajnos napjainkban is egymást érik a brutális állatkínzásokkal kapcsolatos hírek, nem csak a közösségi médiában, hanem különféle internetes oldalakon, sőt, hogy megdöbbentsem a jelenlévőket még a kereskedelmi csatornáknak a késő esti vagy kora esti híradójában is brutális állatkínzásokról számolhatnak be. A Mi Hazánk mozgalom természetesen állatvédelem területén is radikális megoldásokat szorgalmaz, attól függetlenül, hogy sem a baloldal, vagy a baloldali kormányok, sem pedig a Fidesz kormány ezt nem kezeli kellőképpen méltóan. Mi úgy gondoljuk, hogy igenis vannak az állatoknak a jogai, vannak az állatoknak jogai, amelyekért nekünk embereknek harcolnunk is kell. Mivel az elmúlt évtizedekben ez a terület nem lett méltóképpen szabályozva, így egyfajta társadalmi önrendelkezés, védekező reflexióképpen egy nagyon erős civil bázis alakult ki Magyarországon, több száz állatmentő, állatbarát és állatvédő egyesülettel, alapítvánnyal, non-profit civil szervezettel az élen, akiknek a tagjai között több tízezer lelkes önkéntes van, aki nap mint nap az állatok jogaiért küzd és harcol, és természetesen több százezer, sőt egyes becslések szerint majdnem 2 millió olyan magyar állampolgár van, aki önmagát állatbarátként nevezi meg, és éppen ezért minden ilyen nemes ügyért tenni is akar. Nagyon sajnálom, hogy a tavalyi évben mindösszesen 53 millió forint összeget szánt a Magyar Országgyűlés állatvédelem címszó alatt erre a területre, és az idei évben sem változott sokkal jobban a helyzet, hiszen 69,7 millió forinttal próbálja honorálni ezeknek a szervezeteknek a működését a magyar állam. Ez az össze kijelenthetjük, hogy rendkívül megdöbbentő és egyúttal nevetséges is, és ez szinte semmire sem elég, hiszen ezek az állatvédő szervezetek, ez a több tízezer civil állatbarát, ez a több tízezer civil önkéntes, az, aki gyakran a hatóságok munkáját is elvégzi, leleplezi az állatkínzókat, felszámolják a szaporító telepeket, mindemellett mentik a bajba jutott beteg és sérült állatokat, gondoskodnak ezeknek a kórházi kezeléséről, és természetesen későbbiekben az örökbefogadásukról. A Mi Hazánk mozgalom azt teljesen elképesztőnek tartja, tehát, hogy ezt a nagyon-nagyon széleskörű civil bázist, ezt nem karolja fel sem a Magyar Országgyűlés, sem a parlamentben lévő magyar pártok. Éppen ezért én szemléltetésképpen és ezen szervezetek melletti szolidaritás és kiállásképpen vettem fel az egyik legnagyobb állatmentő szervezetnek, állatvédő szervezetnek a Szurkolók, az Állatokért mozgalomnak a pólóját. Míg a nemzetközi tendencia az az, hogy jelentősen erősödnek az állatvédelmi törvények. Több országban állatrendőrséget vezetnek be. Az Amerikai Egyesült Államokban például kiemelt súlyú bűncselekményé vált, szövetségi bűncselekményé vált minden állatok ellen elkövetett atrocitás. Addig sajnos hazánkban ez pont hogy a visszájára fordult, hiszen nevetséges büntetési tételekkel próbálja meg a jelenlegi bírói gyakorlat visszaszorítani az állatkínzás eseteit. Nem beszélve arról, hogy az állatokkal fajtalankodásnak semmiféle jogi következménye nincsen, és meg kell itt említenem azt is, hogy megdöbbentő módon az illegálisan vagy féllegálisan működő szaporító telepek Magyarországon ezrével, tízezrével ontják a betegsérült állatokat, amelyeket elsősorban külföldön értékesítenek. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért sürgeti a teljes átfogó felülvizsgálatát az állatvédelmi törvénynek, a BTK szigorítását kezdeményezzük, és természetesen módosító javaslatot fogunk benyújtani, amellyel az állatokkal történő fajtalankodás büntetőjogi tényállását szeretnénk emeltetni, és mindemellett minden szaporító telepet szeretnénk betiltatni. Én bízom benne, hogy ebben az országgyűlés is partner lesz, és minden parlamenti párt kapcsolódik majd ezekhez a kezdeményezésekhez, és legvégül pedig engedjék meg, hogy itt a törvényalkotásnak a pacsoraiból a bírói ítélkezési soroknak is üzenjek.
szeretnék felkérni minden olyan bírót, aki állatvédelmi ügyekben ítélkezhet, hogy legyen bátor, álljon ki a több millió magyar ember igazságérzete mellett, és letöltendő börtönbüntetést szabjon ki az állatvédőkkel.